az történt, hogy volt egy John Halas nevezetű magyar származású animációs producer. Megkérdezte tőlem, hogy akarok-e neki csinálni egy filmet. Ezt a Moholy Nagy filmet akarta megcsináltatni, azzal a fölkiáltással, hogy ő volt Moholy Nagy utolsó tanítványa. Na most, hát ezt nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, de nagyon kedves volt, és akkor ez nekem egy nagyon nagy lehetőséget adott, mert azzal, hogy ő megbízott engem egy animáció elkészítésével, lehetőségem nyílt, hogy megvegyek egy sokkal profibb felszerelést. Tehát Magyarországon először én, illetve akkor én a Novotrade-be dolgoztam, a Novotrade segített ebben, hogy ezt megvegyük, ezt a berendezést, és akkor ezt a Moholy Nagyról készült filmet, az a cím, hogy Memory of Moholy Nagy, ahogy csináltam a filmet, egyre jobban megszerettem a Moholy Nagyot, és szerettem volna tiszteletbe tartani azokat a kompozíciókat. Ő viszont sokszor jött olyan ötlettel, hogy na akkor ezt a festményt mozgasd meg úgy, mint a Walt Disney gombák tánca. És akkor mondtam, hogy hát szerintem a Moholy Nagy meg a Disney az nem nagyon jön össze, de ezzel úgy jól el voltunk 2 évig, és akkor ő a végén azt mondta nekem, hogy oké, ez a film az övé, ő adja el, minden pénz az övé, de én bemutathatom, mint a saját filmemet, és ha díjat nyerek vele, az az enyém. És ez is történt, és hál' Istennek csomó díjat nyert. Ő meg eladta a Museum of Modern Artnak New Yorkba, meg a Roland gyűjteménynek Angliába. Én ugye részben emiatt az animáció miatt is egyre sikeresebb lettem nyugaton, és akkor én elmentem 92-be, és azóta én folyamatosan külföldön élek, és érdekes módon ezzel párhuzamosan egyre inkább a Moholy Nagy lett az igazán fontos. Tehát, mint én 10-15 évvel később hazajöttem, elővettem egy Kondor Béla albumot, és nem már egyáltalán nem éreztem semmit, tehát nem volt fontos az, ami annak idején fiatal koromban úgy nagyon megfogott, nagyon megváltoztam. A Moholy Nagy viszont nagyon fontossá vált, és így Nyugat-Európában önkéntelenül is, vagy akaratlanul is egy kicsit abba a szerepbe raktak is be engem, meg abba kerültem, hogy egyfajta módon követem azt, amit a Moholy Nagy elindított. Nem annyira a Moholy Nagy, hanem inkább Moholy Nagy, Kepes, és akkor hát most én is tulajdonképpen valahogy ez a új média, technológia és art, tanítás és művészet, tehát ez úgy tűnik, hogy ez egyfajta hozzáállás vagy egy szerep a világban, és ez most nagyon közel áll hozzám, tehát ezt csinálom. És a Moholy Nagy a kompozíciói is, az elképzelései, az elmélete mind rettentő fontossá vált.